Az új testület fennállásakor indult el az úgynevezett lakossági félórák meghirdetése. A testületi ülések előtt van lehetőség arra, hogy bárki kérdezzen a város vezetőitől, a képviselőktől. A hosszú szünet után megtartott első lakossági félórán egyetlen egy kérdező kért szót. Kőhalmi Dezső többmás mellett a vírushelyzetre, annak költségeire, hatásaira és az állami kompenzációra vonatkozó kérdéseket tett fel a polgármesternek.